Ipari park épül, 500 hektáros terület áll majd a Fényes Litke melletti vasúti óriás terminál logisztikai létesítményeinek rendelkezésére. Útfejlesztés Nyíregyházán 800 millió forintból kanyarodó sávot építenek ki, és két jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a Tiszavasvári úton. Új bölcsőde Tiszadadán, az egy csoportszobás létesítményt az önkormányzat Európai Uniós támogatásból csaknem 160 millió forintból valósította meg. Új ipari parkot alakítanak ki hamarosan a Fényes Litke mellett felépült vasúti óriás terminál logisztikai létesítményei számára. A beruházó ezzel kapcsolatban csütörtökön kötött stratégiai megállapodást Fényes Litke, Döge és Komoró önkormányzataival. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az új ipari park 500 hektáros területen épül fel, melyben minden feltétel adott lesz a debreceni és nyíregyházi ipari üzemek beszállítói és háttérlogisztikai kiszolgálását biztosító cégek betelepüléséhez. Rekordidő alatt, alig másfél éven belül épült fel Fényes Litke szomszédságában az East West Gate óriás terminál. Európa legmodernebb vasúti átrakodója csaknem 100 millió euróból valósult meg, a beruházó társaság pedig most újabb fejlesztésnek teremtette meg az alapjait. Csütörtökön írták alá azt a stratégiai megállapodást Fényes Litke, Döge és Komoró önkormányzataival, ami lehetővé teszi egy új, több mint 500 hektáros ipari park építését. Én azt gondolom, hogy ez egy picit túlmutat az ipari park szón és magán a tartalmon is, hiszen három nagyközségre kiterjedő terület fejlesztése indul el. Ez egy 5-700 hektár fejlesztés a most meglevő területünkkel együtt, és azt gondolom, hogy egy egységes szabályozás, egy egységes koncepció, az felértékeli ezt az egész területfejlesztést. Az önkormányzatok részére mi biztosítjuk az anyagi forrást, nyilván az önkormányzatok pedig boldogan működnek együtt abban, hogy egy egységes szabályozás jön létre. Szabó Tünde kormánybiztos arról beszélt, az óriás terminális azt mutatja, hogy hatalmas gazdaságfejlesztési lehetőség van az észak-keleti régióban. Hozzátette, az ipari park létrehozása azért is fontos, mert a térség további fejlődéséhez ki kell tudni szolgálni a gazdasági társaságokat, munkahelyteremtő beruházásokra pedig most a háborús időszakban is szükség van. Ezt fogja segíteni, amennyiben megvalósul ez az ipari park, amely lehet érzékelni, hogy bizony munkahelyteremtő, munkahely megtartó, és látva azt, hogy Észak-Kelet-Magyarország mennyire fejlődik, mennyire nagy szükség van erre, fogja tudni azokat a célokat megvalósítani, amelyre nagyon nagy igény van. Úgyhogy azt tudjuk, hogy háborús helyzet van a ukrán oldalon. Nagyon szeretnénk, hogy minél hamarabb béke legyen, de természetesen addig is folynak a munkák, az előkészületek, és nagyon reméljük azt, hogy amikor zöld utat kapunk, akkor ez az üzem már olyan mértékben rendelkezésre álljon, hogy akár a határon túliak, akár pedig itt Magyarországon, vagy a környék Európa, vagy akár a világ befektetői is felfigyeljenek arra, hogy mekkora nagy potenciál van Észak-Kelet-Magyarország, illetve Kelet-Magyarországon, vagy itt Fényes Litkén. Záhony és környékének átrakó kapacitása 1990 előtt a hamburgi kikötő éves átrakó kapacitásával vetekedett. Ez aztán a rendszerváltást követő években szinte teljesen megsemmisült. Az új Fényes Litkei terminálnak köszönhetően azonban ez az ágazat újra aranykorát élheti. Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint azért is lehet ez így, mert a beruházó valódi partnereket lát a térség önkormányzataiban és gazdálkodó szervezeteiben. Egy beruházás is fontos, de ahhoz, hogy stratégiailag még erősebb és hatékonyabb legyen maga a beruházás is és a térség, ahhoz szükség van további fejlesztésekre. És ezt látta át a beruházó, hogy két megoldást tehet, vagy várja a sült galambot, hogy majd berepül abba a bizonyos szájba, vagy ő tesz érte. És ennek a jó gondolatnak a megtestesülése történik ma, hogy ő nem a sült galambot várta, hanem megkereste az önkormányzatokat, és azt mondta, hogy dolgozunk együtt.
És azt gondolom, hogy ezért van ennek a mai napnak nagy jelentősége. A Fényeslitkei terminált hivatalosan októberben adták át, és bár az Ukrajnában zajló háború részben akadályozza az áruforgalmat, az átrakó minden feltétel adott ahhoz, hogy a háború végeztével teljes kapacitáson is elinduljon a munka. Ugye a háborús helyzet az eléggé kiadt a forgalomra, most mi magunk is bizonyos tevékenységet elkezdtünk fejleszteni, beleértve a ömlesztett áru átrakást és a nyersétolaj átfejtést is, viszont ez az idő lehetőséget adott arra, hogy a rendkívül fiatal, jelentős létszámú már 130 fős dolgozói létszámunk azt a tapasztalatot megszerezze, ami az üzemszerű működéshez kell. Az új ipari park teljes kapacitásában a tervek szerint 2-3 év múlva kezdheti meg működését. A napokban kapják meg a vármegyében élő nyugdíjasok is a 13. havi ellátást. Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, erre az összegre is vonatkozik a január 1-től életbe lépett 15%-os emelés. A politikus úgy látja, a kormányzat ezzel ismeri el a nyugdíjasok aktív korukban megtett erőfeszítéseit. Jó hír, hogy a gazdaság is növekedett töretlenül az elmúlt években, és törvénybe iktattuk ott a parlamentbe, hogy 3,5% fölötti gazdasági növekedésnél nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt 5 évben sikerült kifizetni ezt a nyugdíjprémiumot. Ez is azt jelenti, hogy a mi nemzedékünk, a mi politikai közösségünk megbecsüli az időseket, megadja neki a méltóságot, a tisztességes megélhetés lehetőségét, mert valójában a nyugdíjakat is két oldalról fenyegeti veszély, az egyik az infláció, főleg az élelmiszer árak emelkedése, ez ellen harcolunk, a másik pedig a rezsi költségek, az energiaárak növekedése, ez pedig rezsi csökkentéssel sikerül kordában tartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok, amely társadalmi csoport nagyon fontos, az előttünk álló generáció, és hát sokan vannak, közel 2,5 millióan vannak Magyarországon, öregségi nyugdíjat kapó emberek, illetve nyugdíjszerű járadékban részesülők, őket meg kell becsülnünk, hiszen annak idején ők építették fel ezt az országot. Jó ütemben haladnak a Tiszavasvári út Derkovics utca csomópontjának fejlesztése, elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai Nyíregyházán. Amint egy 800 millió forintos Európai Uniós támogatásból kanyarodó sávot építenek ki, és kétjelzőlámpás csomópontot alakítanak ki. A cél a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés. Ezen a felvételen is jól látszik, készül a támfal a Tiszavasvári úti felüljáró oldalában. A Kerék utcán ezért útszűkület van, amelyet villogó terelők is jeleznek. Itt jelenleg 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, és a gyalogos forgalmat is a felüljáró túloldalára terelik. November elején kezdődtek a munkálatok, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalomban biztonságosabban és gyorsabban közlekedhessenek itt az autósok. A mintegy 800 millió forintos Európai Uniós projekt a Magyar Közúttal konzorciumban valósul meg. Csomópont kialakításával kapcsolatosan a közmű kiváltási munkálatok már megkezdődtek, nagyon sok közműnek a kiváltása megtörtént. A kiépítéssel összefüggésben forgalmi sávok fognak létesülni, plusz forgalmi sávok, tehát kétszer két forgalmi sáv fog a Derű utcától indulni a város irányában. Ennek érdekében egy támfal építésére van szükség, amelynek már a munkálatai megkezdődtek, és vélhetően a téli üzem lejártát követően ezek folytatódni fognak. A gyalogkerékpárút kerül kiépítésre a Csalitos utcáig, és a Csalitos utcától a Derű utcáig pedig gyalogjárda, valamint a másik oldalban lévő, meglévő kerékpárútunk nyomvonal korrekciójára kerül sor. Hogy pontosan ezek az átalakítások hol lesznek, azt a tervrajzon mutatta meg híradónknak a szakember. A Derkovics utca csomópontjában lesz egy lámpás forgalomirányítás, meg a Csalitos utca csomópontjában szintén egy lámpás forgalomirányítás lesz. Ezek összehangoltan fognak működni, és erre azért van szükség, mert csúcsforgalomban leginkább reggel és este a
Derkovics utcáról a kifordulás, akár a balra nagyívű kifordulás nagyon nehézkesen működik, és így szabályozottan, ütemesen fognak tudni közlekedni az arra közlekedők. Itt látszik az, hogy innen fog indulni a gyalogkerékpárút, el fog jönni a Csalitos utcáig, ott átmegy az északi oldalba, és a Csalitos utcától meg a Derű utcáig egy új gyalogjárda létesül. Ez biztonságosabbá teszi majd ezt az útszakaszt. Szükség is van erre, mert az elmúlt időszakban a városból kifelé, a felüljáró lábánál sok ráfutásos baleset történt. Részben a kanyarodó sáv okozta kisebb áteresztő kapacitás miatt, részben pedig a gyalogos átkelő miatt. A projekt befejezése után ezek a problémák várhatóan megszűnnek majd, addig azonban a gépjármű vezetők türelmét kérik. Az ott közlekedőknek mindenféleképpen körültekintéssel kell közlekedjenek, mivel forgalomkorlátozások, sávszűkítések lesznek folyamatosan érvényben, és a munkálatok várható időtartama 7,5 hónap a szerződés szerint. A támfalépítési munkák még tartanak egy ideig, addig a Tiszavasvári úti felüljáró belső sávjában 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Elkészült Tiszadada bölcsődéje, az új egycsoportszobás létesítményt az önkormányzat Európai Uniós támogatásból csaknem 160 millió forintból valósította meg. A település legkisebb lakói májusban vehetik birtokba az épületet, egyéb fejlesztések is befejeződtek és folyamatban vannak Tiszadadán. Megújult a községháza, megszépül a faluközpont és felújítanak egy korábbi lakóingatlant is, amely Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményének kiállítása. Bár még nincsenek a helyükön, a legtöbb bútor már megérkezett Tiszadada új bölcsődéjébe. A kicsomagolatlan játékok is azt jelzik, hogy hamarosan gyermekekkel telik meg az épület. Májusra tervezik a nyitást, 9-10 lakója pedig már egészen biztosan lesz a kezdetektől az egy csoportszobás 12 férőhelyes intézménynek. Az önkormányzat a bölcsőde felépítésére 157 millió forintos támogatást nyert el a terület és település fejlesztési programban. Nagy örömünkre szolgált, hogy az állam támogatta a bölcsődéknek az építését vidéken is, hisz egyre nagyobb igény mutatkozik a településünkön is arra, hogy az anyukák minél hamarabb vissza tudjanak menni dolgozni. 160 millió forintot kaptunk egy 12 férőhelyes bölcsődé építésére, és ez az épület épült fel belőle. Jelen pillanatban ugye még az engedélyeztetések folynak, valamint ugye a berendezéseknek az elhelyezése, takarítás, és mi úgy tervezzük, hogy körülbelül május 1-jével szeretnénk indítani a bölcsődét, már a dolgozók ki vannak választva, beiratkoztak iskolába, és nagyon várják az itt élők, hogy hozhassák a gyerekeiket. Más területen is sokat fejlődött az utóbbi időben Tiszadada, jelentős átalakításokat végeztek a község központjában. Megújították és akadálymentesítették a községháza környékét, számos új parkolót alakítottak ki. Az élhető település pályázatban elnyert 288 millió forintnak köszönhetően pedig további fejlesztések várhatóak. Ez gyakorlatilag a település központjában lévő 4 park fog belőle megújulni, valamint a jelzőtáblák, utcatáblák kerülnek kihelyezésre a településen. Be van adva még jelen pillanatban a Líderbe egy horgásztavas pályázatunk, egy jóléti horgásztó. Ez durván egy 25 millió forintos beruházás lesz, aminek keretén belül fog épülni egy kiszolgáló épület, valamint 3 híd és egy kamerarendszer és egy riasztórendszer a horgásztóra. Jelen pillanatban elnyert pályázatunk van még 2, az egyik a polgármesteri hivatalnak a felújítása, az gyakorlatilag már a papírozása folyik, az kivitelezése megtörtént. Ebből a korábbi lakóingatlanból pedig a Hollóházat alakítják ki. Az épület felújítására 30 millió forintot nyert el pályázat útján az önkormányzat. Az épületben Holló László 20. századi Kossuth-díjas festőművész művei lesznek majd megcsodálhatók, aki több nyarat is eltöltött és alkotott a településen. A község vezetése emellett még a Tiszavasvári felé vezető utat szeretné belterületen felújítani az idei évben.
Megnőtt a szénmonoxid mérgezéses esetek száma a Vármegyében, amióta a gázszámla csökkentése érdekében sokan fűtenek kandallóval vagy cserépkályhával. 2022-ben 20-szal több riasztása volt a katasztrófa védelemnek, ketten pedig életüket vesztették. A tűzoltóság illetékese 35 perc című műsorunkban azt mondta, szakember segítségével telepítsünk tüzelő berendezéseket, és érdemes beszerezni szénmonoxid jelzőműszert is. Feketén füstöl a kémény, beindult a fűtés ebben a házban. Nagyon sokan döntöttek úgy tavaly ősszel, hogy az emelkedő energiaárak miatt kandallót vagy cserépkályhát is beszereltetnek otthonukba. Leskovics Zoltán, a területi tűzmegelőzési bizottság ügyvezetője, 35 perc című műsorunkban azt mondta, minden esetben érdemes szakember segítségét kérni a telepítéshez. Olyan tüzelőfűtőberendezés vagy hőtermelőberendezést vásárolunk, amely szabványos, tehát ellenőrzött körülmények között volt kialakítva, tervezve, és mindig figyelünk arra, hogy szakember üzemeltesse ezt be. Nem elhanyagolható részlet, tehát fontos, hogy szakember által történjen a beüzemelés. Amikor megtörtént a beüzemelés, időszakosan ezeket a készüléket ellenőriztetni, felülvizsgáltatni kell. Ezeket az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat mindig szakember végezze el. Minden egyes készülékhez van egy ajánlás, hogy milyen időszakonként célszerű ezt az ellenőrzést elvégeztetni. Ezekre ügyeljünk oda. Most télvíz idején nem biztos, hogy kapunk szakembert felülvizsgálatra. Törekedjünk mindig fűtési szezon előtt. Jó részt a nyár derekán már rendelkezésre állnak a szakemberek. Ki fognak menni, meg fogják vizsgálni, és kiadnak írásos véleményt adnak arról, hogy felülvizsgálat megtörtént. Érdemes még emellett ilyen szénmonoxid jelző műszert is vásárolni, amely képes jelezni, ha ez a mérges gáz megjelenik zárt térben. A szénmonoxid mérgezés ugyanis akár halálos is lehet. A keletkező tünetek nagyon hasonlatosak más betegség vagy sérülés tüneteihez, tehát fáradékonyság, szédülés, hányinger, ez más betegség tünete is lehet, de gyanakodjunk, és ha ezeket vesszük észre, akár önmagunkon, akár szeretteinken, vagy az ott tartózkodó embereken, akkor tegyünk lépéseket, tehát nyissunk zárót, ajtót, ablakot, hagyjuk el a helyiséget, hívjuk a 112-es segélyhívót, adott esetben pedig zárjuk el a készüléket. Ön is előfordult, igaz, azért csendes gyilkos ez, mert lehet, hogy már akkor vesszük észre, amikor már fizikailag nem ön képesek reagálni erre. Pontosan egy csendes gyilkos, de én akár alattomos gyilkosnak is mondhatnám, hiszen szemmel nem érzékelhető, szaglással szintén nem tudjuk megalapítani, hogy ott van a légtérben is íztelen, tehát nem is tudjuk, hogy milyen íze van. Tehát szintelen, szagtalan, íztelen gázról beszélünk, nem fogja tudni az emberi érzékszerv ezt kimutatni. Ez erre való a szénmonoxid érzékel, aki detektálja a gáz jelenlétét. Szabolcs-Apán-Bereg vármegyében 2022-ben 72 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 20-szal több esetben, mint 2021-ben. A szénmonoxid érzékelők terjedésének köszönhetően egyébként 58%-kal csökkent a mérgezések száma. Rangadót játszik a Kisvárda az NBA 19. fordulójában, Török László harmadik helyen álló együttese a listavezető Ferencvárost fogadja. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Egy fővárosi csapat utáni és egy fővárosi csapat előtti bajnoki között egy fővárosi csapat ellen játszott hétközi kupameccset a Kisvárda. A Honvéd elleni idegenbeli 1-1-es döntetlen követően Pest Erzsébeten az NB3-as ESMTK ellen túlórázni kényszerült Török László együttese, amely végül egy 123. percben született öngóllal jutott a legjobb 8 közé a kupában. Sajnos csak a 123. percben dőlt el a továbbjutásunk, de egy feladatot azt teljesítettük, a célt. Hosszabbításokkal közel 130 percet játszottunk. Nagyon szervezett és határozott taktika elképzeléssel játszó SMTK-val találkoztunk a kupafordulóban. Igazából azt kaptuk tőlük, amire számítottunk. Nem lebecsülve ellenfelünket, nem ezt terveztük, ugye, hogy a hosszabbítás is eljön, de természetesen nyilvánvaló, benne van a
pakliban, az ilyen kupamérkőzéseken azért időnként el lehet tüntetni a osztály közötti különbséget szervezettséggel és akarattal. Előző napon az edzésprogram része volt a 11-es rúgások is. 122. percben a kollégákkal azt beszéltük a stábbal a kispadon, hogy ha 11-esre kerül a sor, akkor előzően a Petkovics nagyon jó százalékban hárította az edzésen ezeket, úgyhogy nem lehet nagy bajunk. De hát persze ugye jó, nyilván erre nem kerül sor szerencsére. Csütörtök este sorsoltak a kupában, a legjobb négy közé jutásért az NB2-es Budafok otthonában lép majd pályára Török László együttese. A következő feladat viszont a bajnokságban vár a csapatra, a tabellát torony magasan vezető Ferencváros fogadja, a jelenleg harmadik Kisvárda. Minden szempontból kiemelt mérkőzés lesz a Ferencváros ellen mérkőzés, ugye az országban bárhova mennek, ezt így kezelik. Kiemelten vezetik a bajnokságot is, igen komoly eredményességi mutatókkal, ráadásul attól függetlenül nem lazulnak be, nyilvánvaló profik, és próbálják minden mérkőzésen akaratukat és a stílusukat érvényesíteni. A keretük igen bő és megfelelő minőségű ahhoz, hogy az esetleges változásokat a keretben zökkenőmentesen áthidalják és megoldják, gondolok itt eltiltásokra és nyilván sérülésekre. Készültünk a Ferencvárosból, és készülünk is. Dobogósok mérkőzése lesz, garantáltan Teltházzal. Nehéz találni rajtuk gyenge pontot, de mindenkinek van, ezért mi megpróbáljuk ezeket a pontokat kihasználni, erre fókuszálni, de ehhez nagyon türelmesnek és koncentráltaknak kell lennünk végig a mérkőzés folyamán. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 19. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd-Molfehérvár FC, Kecskemét-Budapest Honvéd, DVSC Paks, Puskás Akadémia, Zalaegerszeg és Vasas-Újpest. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Új ipari parkot alakítanak ki hamarosan a Fényeslitke mellett felépült vasúti óriás terminál logisztikai létesítményei számára. A beruházó ezzel kapcsolatban csütörtökön kötött stratégiai megállapodást Fényeslitke, Döge és Komoró önkormányzataival. Az új ipari park 500 hektáros területen épül fel, melyben minden feltétel adott lesz a debreceni és nyíregyházi ipari üzemek beszállítói és háttér logisztikai kiszolgálását biztosító cégek betelepüléséhez. Jó ütemben haladnak a Tiszavasvári út, Derkovics utca csomópontjának fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai Nyíregyházán. A mintegy 800 millió forintos Európai Uniós támogatásból kanyarodó sávot építenek ki, és két jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki. A cél a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés. Elkészült Tiszadada bölcsődéje, az új egy csoportszobás létesítményt az önkormányzat Európai Uniós támogatásból csaknem 160 millió forintból valósította meg. Egyéb fejlesztések is befejeződtek és folyamatban vannak Tiszadadán. Megújult a községháza, megszépül a faluközpont és felújítanak egy korábbi lakóingatlant is, amely Holló László Kossuth Díjas festőművész gyűjteményének kiállító tere lesz. Február 10-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton változóan felhős idő várható hosszabb, rövidebb napsütéssel, majd késő délután elszórtan előfordulhat eső, északkeleten, keleten vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Kora délután 2-5 fokra számíthatunk. Vasárnap délelőttig elszórtan előfordulhat kisebb eső, de a hegyekben és északkeleten, keleten vegyes halmazállapot is lehet. Délutántól számottevő csapadék nem valószínű, 3 és 6 fokra számíthatunk.